Peter Molyneux sok mindent ígért már életében, néha elhisszük, néha nem. Annak idején azt mondta, hogy lesz félből 3 PC-re. Aztán sokáig csönd volt, vártuk, hogy jöjjön, vagy hogy mondjanak valamit. És jön! Képzeljétek el, most megnézhetjük, hogy mit is gondolunk róla. Hello, hello, kedves Endreman! Hello, mit szia! Mit szólsz az, hogy jön végre a Fable 3 PC-re? Hát nagyon várom, hiszen én nekem a második rész futtatásához sajnos nincsen megfelelő berendezésem otthon, ugye érti mindenki, mire gondolok. Valaki adjon kölcsön, gyorsan egy Xboxot Endre. Igen, igen, úgyhogy én csak az első része játszottam, azzal nagyon sokat, és hát most már akkor a kihagyás miatt sajnos a harmadik résszel kell beérnem, de várom nagyon. Hát az a beérnem, ez most ilyen beletörődően hangzott, pedig egy rettentő jó játékról van szó. Ugye egyszerű kis hercegecskeként kezdjük, és gyakorlatilag birodalmak és emberek urai leszünk a későbbiekben. Álmodoztál te erről a valós életben? Hát, kipróbálnád, de jó lenne? Hát talán ez egy kicsit túlzás, én egy picit jobban szeretem az ilyen Mature nevezetű, vagy beállítottságú ilyen fantasykat. Tehát egy nagyon picit nem a legközebb áll hozzám azért a Fable, de nagyon szeretem. Tehát nagyon bájos, nagyon kedves, ha kell komoly, ha kell játékos dolog, úgyhogy én nagyon szeretem. Melyik feature-je az, ami miatt a leginkább várod? Tehát az, hogy mit tudom én, ott van az a jó kis asztal középen, ez egy borzasztó jó ötlet, hogy ott a terepasztalon lehet, hát pont most ugye rá is zoomolt, hál' Istennek a kamera, ott lehet tanulmányozni az előrehaladásunkat, vagy esetleg a különböző questeket. Mi tetszik neked a legjobban? Mitől van az, hogy jaj, de jó lenne egy Fable 2, meg egy Fable 3 most azonnal? Én abszolút történet junkie vagyok minden szerepjátékban, úgyhogy a Fable 3-tól is azt várom, hogy nagyon jó legyen a sztori. Nagyon jók ezek a kis kiegészítő dolgok, kezdve a második résztől, a kiskutyától kezdve a mindenféle összejöthető dolgokig. Ezek nagyon jó dolgok tényleg, de én akkor is azt mondom, hogy nekem a legfontosabb a történet. Ha az jó, akkor már a külsényen jön, nem is. Egész csábos vagy ebben a női kosztőben. Nem mondom, hát azért az embernek a szerepjátékban az is belefér, hogy néha nőnek kell öltöznie. Igen, nekem vannak ismerősök, akik mindig női karaktere játszanak. Tőlem ez távol áll, én jobban szeretem úgy belélni magamat, hogy inkább egy kicsit arra álmodozom, hogy te is mondtad, hogy én vagyok ott, és ezért a saját formámra alakítok egy karaktert, de van, aki igen, sokszor női karaktere játszik. Ez gyakorlatilag egy ilyen industriális korszakból származó királyság, hiszen már ilyen napóleoni kalap van az illetőn, ilyen 17.-18. századra gondoljunk. Mennyire hiteles fantasy ez, hiszen a fantasyknél pont ahhoz vagyunk hozzászokva, amit te is mondtál, hogy kard, boszorkányság, nagy vaspáncél, ló, sárkány, stb. Itt pedig azért egy kicsit modernebb a környezet. Én örülök ennek, mert ritka, abszolút ritka ez a napoleoni korban lévő szerepjáték, nagyon ritka, ezért egyébként minden olyan szerepjáték ott volt, például az Alpha Protocol ugye az is egy hiánypótló volt, mert az meg a ilyen időben volt egy RPG, nem egy akciójáték annyira. Kár, hogy nem maradt ott akkora sikert, mint amennyire jó játék. Igen, én is jobbra számított, de azért így is ilyen pótó volt, és hát ez, hogyha megőrzi a fébülös báját, és plusz ez a ebben a korban játszódik, ez nekem nagyon tetszik. Én emiatt jobban várom, mint hogyha csak a történetet folytatnák egy ugyanolyan hasonló helyen, mint az eddigiek. Ez nagyon jó ez az újítás szerintem. Senkit ne zavarjon, hogy a videóban Xboxos kontrollokat lehet látni. PC-s verzióról van szó, ugye annak idején, amikor bejelentették, hogy lesz PC-s Fable 3 után, sokáig bizonytalanság volt, meg nem lehetett tudni, hogy most Molyneux most hazudott, vagy nem hazudott, de lesz PC-s Fable 3, vagy lesz PC-s Red Dead Redemption is, mert ugye mindenki megkérdezi, mikor, nem árjuk el, mikor, de lesz. Lényeg, ami lényeg, hogy az ünneplő tömeg kellős közepén előbb-utóbb mi leszünk a királyok, és mi leszünk a nagyon jók. Hős kutyánk oldalán. Hát ez a lényeg, Fable 3 várjuk. Sziasztok! Fable 3, nézzük a pro oldalát. Csodálatos a történet, fantasztikus a kaland. Nagyon jó, hogy az ilyen 17.-18. századbeli körülmények között zajlik ez az egész fantasy sztori. De mi a kontra? Hát bizony ez, akárhogy is nézzük, egy Xbox konverzió, tehát az irányítás, az egész környezet az hát Xboxról került át a PC-re, nem olyan egyszerű megszokni, néha-néha oda kell azért figyelni rá. Másik probléma, néha nem egészen konzekvens a történet, azért oda kell figyelni, hogy mindent jól csináltunk-e ahhoz, hogy mindent elérhessünk benne. De azért megéri. Mond-e nektek valamit az a játék, hogy Warcraft 3, biztos hallottatok már róla, és volt hozzá egy térkép, úgy hívták, hogy Defense of the Ancients. Ezt hétköznapiasan, magyarul, józsefvárosiasan Dotának hívjuk. Ez a Dota, ez egy ilyen stílusteremtő térkép volt, egy stílusteremtő kiegészítő volt, olyannyira, hogy ma már talán többen dotáznak, mint ahányan Warcraft 3-aznak a világban. És hát sokan úgy gondolták, hogy ők ennél tudnak jobbat is csinálni. Itt van például a Riot Games, akik fölvették a világ legjobb Dota játékosait, designernek, és úgy döntöttek, hogy csinálnak egy játékot,
League of Legends néven, ami majd a legjobb Dota klón lesz a világon. Kérlek szépen, most valahogy hatalmas nagy divat lett az utóbbi időben, hogy egyes fejlesztők úgy gondolják, hogy ők újra kreálják ezt az úgynevezett Dotát, ugye ez a ez az álcíme a dolognak, amikor az a lényeg, hogy 4-5 hős van egymás ellen, és a pálya további részeit különböző védelmi eszközökkel rakják tele, mint ahogy az ilyen tornyos, vagy ilyen vártornyos játékokban. És hát ez a Defense of the Ancients-nek a lényege. És hát ez a League of Legends, ez gyakorlatilag egy Defense of the Ancients klón, amit a világ legjobb ilyen játékosai készítettek el. Képzeld el, a fejlesztő, a Riot Games összegyúrta azokat a játékosokat, akik a világranglista elején álltak, és őket hívta meg designernek a játékhoz, hogy jobb legyen, mint az eredeti, ami gyakorlatilag csak ugye egy ilyen mappa volt, egy térkép volt a Warcraft 3-hoz még annak idején. De hát ugye a Warcraft 3-ból elég sok érdekes dolog kinőtte magát. Mit szólsz ez a jó kis megyünk ölünk? Én azt hiszem, hogy egyébként Dreamlik, amiről beszéltél, tehát ez egy kiegészítő volt, ami aztán végül is szinte népszerű lett, mint maga az alapjáték. Egészen pontosan így van. Hát többen játszanak vele mind a mai napig, mint magával az alapjáték. Igen, nekem voltak ismerőségem, amikor összejöttünk egy LAN-partira, egy szállodába, így 20-30-an, és amikor vége volt az adott játéknak, akkor minden szünetben ők ezzel a Warhammer kiegészítővel játszottak, tehát nem bírták abba hagyni. Warcraft. Vagy Warcraft, bocsánat, igen, igen. Hát ez pont ez a lényeg ennek a dolognak, emiatt született meg például a másik ilyen nagy kiegészítő, vagy hasonló játék a League of Legends mellett, gyorsan akartam mondani a másik ilyen híres Dota klónnak a nevét, de most nem jut eszembe, nem baj, van több ilyen is. Mennyire kedvelette a stratégiákat? Tehát az, hogy egy új térképen mindig ilyen újabb hősöket elővél, mert itt ugye arról van szó, hogy ilyen nagyon nagy hősök vannak mind a két oldalon, mennyire újra játszható egy ilyen játék? Tehát látod, itt is Cassiopeiától Irelian keresztül Rabmus, Anivia, Abubu, LeBlanc, mind ilyen nagy hősök, akiket meg tudsz vásárolni a magad csapatába. Mennyire nagy az újrajátszhatóság? Tudjuk, hogy nagy, de ezek szerint ez önmagában egy stílus lett? Tehát kijelenthetjük ezt? Abszolút önmagában egy stílus lett. Vannak, akik szinte ugye egy StarCraft-tal is a multiplayerre kezdenek, meg stb. És a történet annyira nem érdekli őket, hanem csak a stratégiai része azt, hogy melyik karakternek milyenek a pontjai, és azokat hol kell állítani, tehát abszolút csak ez a statisztikával való rámenés, és ő nekik van kitalálva főleg ez a játék, mert ezekben ugye a single player történet az gyakorlatilag nem létező fogalom. Ez főleg ezeknek az embereknek van. Hát itt a ranglista, a ranglétre az, hogy ki hányadik, kikivel összekombinálva szerepel a legjobban, melyik csapatok a legügyesebbek, illetve azok az achievementek, azok a feature-ök, amiket ilyen csaták során sikerült összeszedni, azok jelentik a lényeget. Ez mennyire befolyásolhat? Tehát, na, összefoglalom a kérdést. Tehát azok a játékosok szerinted, akik ilyennel játszanak néhány gyors menetet, azok adta még a szingli kampányokat, mert te magad egy történetorientált ember vagy. Tudják értékelni, vagy azt mondják, hogy na, gyorsan lezavarunk két menetet ilyen Dotában, vagy most League of Legends-ben, vagy bárhogy is hívjuk, aztán kész, mit tudom, megyünk sörözni, borozni, haverozni. Szerintem a célközönség az nagyon rajta van ezen, tehát mint mondtam, hogy például ugye én is, amit láttam, hogy ők minden szabad pillanatukban újrajátszották, szerintem akik a célközönsége ennek a stílusnak, azoknál az újrajátszhatósági ráta az nagyon nagy. Tehát ez olyan, mint a hétvégén lemenni a térre mondjuk kosárlabdázni, vagy focizni, ahol gyakorlatilag összeáll két csapat, aztán lehet, hogy a haverok évek óta ismerik egymást. Igen. És ők nem olyan kiegészítőkre vágynak, mint a single player játékokban, hogy újabb történetet szeretnénk, vagy meg folytatni valamit, hanem ők új karaktert szeretnének, vagy pedig új pályát, amit lehet megtanulni megint, hogy hogyan kell bevédeni, ilyesmi. Aha, hát League of Legends, aki még nem próbálta és szereti ilyen csapatsportokat, feltétlenül ajánljuk. Hát igen, League of Legends, jó kis név, meg olyan kis legendás történet. Nagyon pozitívum, hogy tényleg olyan játékosokat kerestek meg designernek, akik rohadtul értenek hozzá. Látszik, hogy ezek mindent tudnak a Dotáról. Sőt, az is látszik, hogy a térképet is úgy építették fel, hogy minden egyes helyszínt kiválóan ismernek, és ők aztán tényleg tudták, hogy hány milliméterrel odébb kell elhelyezni valamit, vagy nem. Viszont ez pont negatívuma is a játéknak, hiszen nem az átlag játékos nézőpontjából építették fel a pályákat és a területeket, ezért sokan, akik nem olyan jó képességgel rendelkeznek, mint a designerek, talán kicsit nehéznek fogják találni a játékot, illetve hát nem biztos, hogy olyan ellenfelekkel találkozunk, amikor belépünk majd a szerverre, akik, hogyha nem mi vagyunk a legtutibbak, hozzánk valóak lennének, hát kicsit edzeni kell, ez ezzel együtt jár a játékkal. Sziasztok! Eheti műsorunk a horror jegyében telik, szó lesz itt horror játékokról, filmekről, a horrorról általában, és ezért gondoltuk úgy, hogy bár már egy pár hónapja megjelent, és az újságunk hasábjain írtunk is róla, de egy kicsit videóban is nézzük meg a Amnesia The Dark Descent című játékot, mert ezt senkinek sem szabad kihagynia. Nézzünk bele, és közben beszélgetünk róla egy kicsit.
Hát sziasztok! Hello, szia Endreman! Szia Nightwolf! Nos, hát a bevezetőben már elmondtam, hogy ez a játék, ez azért nem most jelent meg, hanem azért pár hónappal ezelőtt. De van egy apropója annak, hogy egy beszélünk róla, ez pedig... Hát bizonyám, hiszen egy Rahedli nyereményt, vagyis hát díjat nyert ez az alkotás, méghozzá az IGN egyik legjobb PC-s játéka lett 2010-ben, sőt, az Elger Geek szerint pedig a legjobb játék lett a tavaly évben, így érdemes róla egy kicsit beszélgetnünk, hiszen önmagában sem rossz. Nem, abszolút nem. Én nagyon szeretem az ilyen kisebb fejlesztők játékait, amik igazi meglepetést okozhatnak, és az a játék ez sok szempontból nagyon érdekes. A kezelése is például rögtön itt a fiókokat láthattuk, hogy itt kiből húzogattam, és nagyon érdekes, hogy itt például az ajtókat, fiókokat, különböző tárgyakat konkrétan meg kell fogni az egérrel, és nem az van, hogy megnyomom egy gombot, egy open gombot, és akkor kinyílnak a... Pedig milyen egyszerű lenne. Igen, hanem meg kell fognunk az egérgombbal, és egy egérmozdottal kihúzni, vagy betolni, vagy megcsavarni, megtekerni dolgokat, majd később látni fogjátok. Igen. És mindezt egy olyan környezetben, ahol összecsinálod magadat. Igen, hát ez a legfontosabb a játékban, hogy természetesen ez most nem egy minőségből összehasonlítás, de hogyha a Dead Space 2-re mondták ugye most a napokban az emberek, hogy ez egy horror játék, hát ehhez képest egy kis piska, persze ez nem most mondom még egyszer, nem azt akarom mondani, hogy egy játékot hasonlítom össze, hogy ez jobb lenne, ez másmilyen. A legfontosabb dolog, amit el kell mondani ez a játékkal kapcsolatban azoknak, akik nem ismerik, hogy bár ez, mint látjátok, ez egy FPS nézetű játék, de a hagyományos értelemben nem az, ugyanis itt nem arról van szó, hogy fegyvereink vannak a játék alatt, és rengeteg ellenfél le kell számolni, mint általában. Sőt, ezen nem állok el semmilyen titkot, hogyha elmondom, hogy itt a játékban egyetlen ellenféle se fogunk leszámolni. Nem mondod. Pont az a lényeg, hogy elkerüljük őket, és igazából nem is nagyon szabad őket húzamosan pedig ránézni. Ugyanis majd látni fogjátok itt néha a videó alatt a invertoriba ellátogatunk, és akkor láthatjátok, hogy itt nem csak egy életerő csík van, hanem van egy ilyen Sanity nevű mértékegység is, amit hát egy józanságnak vagy épp elmélyűségnek lehetne lefordítani, ami ilyen értéket úgy tudunk növelni, vagy éppen csökkenteni, hogyha ami szörnyű dolog történik, vagy ha túl sokat vagyunk a sötétben, akkor ez az érték folyamatosan csökken, és kezdünk megőrülni, halucinálni, hangokat látni, különböző víziókat látni. Ha pedig valami jó dolgot csinálunk a játékban, megoldunk egy feladványt, egy puzzle-t, vagy tovább jutunk egy helyen, akkor pedig... Ránézünk egy szép virágra. Igen, hát sajnos az is segíthet, de az nincs. Igen. Itt láthatjátok, hogy néha ilyen visszaemlékezéses, ilyen kis cutscene-ek, kis bejátszások történnek, ilyenkor elájulunk, és tulajdonképpen megelevenedik a szemünk előtt, amit olvasunk. Itt hát igazából nem akarok spoilerezni, úgyhogy nem akarom elmondani itt pontosan mi történik a képen, a történet szerint, de rengeteg ilyen bejátszás van. De hogy visszatérjünk az ellenfelekre, tehát igazából ebben a játékban az a lényeg, hogy a főhősünk elvesztette az emlékezetét, és tulajdonképpen saját önmagától talál folyamatosan a játék során utalásokat, papírokat, amiket saját magának írt. És a történet szerint egy olyan dolgot tudott meg ő korábban, amit el kellett, hogy felejtsen, tehát annak a birtokában ő nem élhet tovább. Ez valószínűleg nagyon kellemes emlékek lehetnek. Igen. És valószínűleg ezt mi tudtuk is, hogy mi üldöz minket, mert egy úgynevezett sötét árny játék során végig üldöz minket, akivel hát nem nagyon lehet találkozni, ismételten nem akarok poénokat lelőni, de az a lényeg, hogy gyakorlatilag saját magunktól lóftuk meg magunkat, önmagunkat. Itt egy nagyon érdekes dolog van most, itt amikor kinyitjuk ezt a ládát, akkor hallhatjátok, hogy egy ilyen zongora szóló indul meg. Na én itt már szétizgultam magamat. És hát itt lehet is látni, ez nem csak a ti kedvetekért van, itt én real-time játszottam otthon, és itt éppen én is meghallottam ezt a zongorát, és nézzetek meg, kinézek, és nincs a zongoránál senki. Tehát ez is egy, most ez így lehet, várjál, hogy... lehet, hogy egy patkány mászott végig rajta. Nem? Lehet, igen, és véletlenül egy pont jó ütemben. Igen, megfelelő billentyűket ütött le. Igen. Vagy itt például láthatjátok, hogy a játék nagyszerű fizikával rendelkezik, itt például kicsit esetlen módon, de egy ezzel a könnyed be tudom törni ezt a vitrint, és kivenni belőle egy papírlapot, ami nekünk kell a továbbjutáshoz. Tehát a fizikával is rengeteg puzzle, kisebb feladvány van, és itt egy nagyon félelmetes rész következik. Ott, látjátok, ott elment valaki. Most ez egy más játékban, ez nem nagyon félelmetes, de itt hallhatjátok hangokat, láthatjátok, hogy rögtön leoltottam a kis lámpát. Na, rögtön, igen. Sőt, itt mindjárt le is googolok, tehát ennél jobban már nem tudom magamat megalázni. Szőnyeg alá. Igen, azt próbáltam meg.
És igazából sokszor a játék során nem lehet eldönteni, hogy mi a valóság, mi a képzelet játéka. Itt is látjátok, hogy hirtelen kinőttek valamilyen ilyen furcsa ilyen kinövések a falakból, meg minden. Néha nem lehet tudni, de ez is nagyon szép van felépítve, hogy nem lehet tudni néha, hogy mi az, ami valójában megtörténik, mi az, amit csak képzelünk. Itt egyébként, itt is a fizikára lesz egy jó példa, hogy itt is van egy csapda, hogy fölveszem az üveget, rögtön leomlanak a sziklák, és rám esik egy hordó. Amitől beájulsz. Így van, össze kell szedni itt ezen a pályarészen, össze kell szedni ilyen kis üvegcséket, amivel egy savat lehet összerakni, majd mindjárt látta fogjátok azt is. És látta fogjátok, hogy néha bizonyos tárgyaknak a mozgatásával ilyen kis cutscene-eket lehet nyitni, amikor az előbb is beszéltünk, és itt például most azt halljuk, ahogy beszélgettek emberek, ahogy ők itt meghaltak, megmérgezték őket. És éppen a halálukon beszélgettek. Pontosan, itt döbbennek rá, hogy megmérgezték őket, mert mi most egy ilyen borospincében vagyunk, és itt sokan meghaltak ezelőtt. Mondjuk sokaknak a vágya lehet egy borospincében meghalni. Igen, csak nem ilyen körülmények nem között. Ilyen körülmények. Nagyon fontos játékban két értékünk van. Van a kis lámpánk, amiben olajat kell folyamatosan szerezni, illetve amivel meg lehet gyújtani ezeket a kis gyertyákat, meg dolgokat. Úgy most megint el kell bújni. Látjátok, hogy ott lopakodik valaki. Itt éppen megint elbújok, hogy nehogy észrevegyem. De úgy látom, nagyon beleélted magad a játékba. Minden egyes kis ficakot kihasználtad, hogy elrejtőzzük. Igen, mert itt igazából nem lehet védekezni, tehát ha egyszer meglátnak, itt most pont az jó, van, hogy... Jó, van az agy a gerincoszloppal. Igen, ott lehet megnézni, hogy éppen milyen elmeállapotban vagy, hogy kezdesz-e megőrülni, vagy nem. Szóval azt kezdtem el mondani, hát hogy... Hát kezdesz. De abszolút, látjátok, egyébként lehet látni, ilyen effektek vannak a képen, ahol, hogy mindenféle így mozog minden jobbra-balra, és itt lehet összetenni, rakni ezt a bizonyos savat, amit itt összegyűjtöttünk az előbb, és ezáltal már tovább lehet jutni egy helyre, majd mindjárt meglátjátok. Szóval a játékban a két legfontosabb dolog, amit gyűjteni kell, az a olaj a kis lámpánkba, és ilyen kis pattintókő, amivel lehet tüzet pattintani a gyertyákon, vagy az ilyen fáklyákon. Na és összeraktuk itt a savat itt a kis laboratóriumban, és itt láthatjátok, egyébként azért megyek én esetem lát az ajtón, mert ez van, amit meséltem ma a videó elején, be hogy kell be kell húznom magam után az egérre, tehát nem csak kinyílik automatikusan, ahogy megszoktuk. És itt van ez a... Mi ez, rágó gumi, vagy mi ez? Én nem mondom, hogy nekem jutott el eszembe, és itt ráöntöm a savat, és ráöntjük a savat, és akkor láthatjátok, hogy itt kinyílik ez az út, és itt tovább lehet menni. És hát itt a játék, illetve a videó legvégén itt a ti kedvetekért még megmutatom nektek azt, amit el kell kerülni. Milyen hikamatos mozgása van. Igen, de azért inkább ne jön utánam. Itt megmutatjuk nektek, mi történik. Hát látod, milyen kis segrisza volt a végén? Persze, ő kelleti magát nekem igazából. Igen. És itt nagyon menekülni nem is tudsz, mi? Nem teljesen nagyon. Bepánikolsz. Szerintem el lehetne biztos bújni, hogy eltenném a lámpát. Itt most lehet, itt mutatja is a jelző, hogy kezdek teljesen megőrülni, meg minden. Itt most azért én előveszem a lámpát újra, hogy filmaszkodjak vele, és... Szembeszállni nem is érdemes. Nem lehet, nincs ütés. Itt most meg is halunk. Hát viszontlátás. Ahogy a fejlentés mutatja, gondolkodj, mielőtt futsz, főleg ólóval a kezedbe, ugye jól ismerjük már ezt mindannyian, megkaptuk otthon. De visszatérve a játékra, nekünk nagyon tetszett, a játékmenet zseniális dolgokkal van ötvözve, igazán nagyon ötletes, fantasztikus a hangulat. Igaz, az be kell valani, hogy az engine az nem a legújabb, nem a legmodernebb, és hát nagyon fontos, és szinte már-már negatívum, akármennyire is viccesen hangzik, hogy nagyon félelmetes, tényleg nem szoktuk ezt mondani, maximális 1000 felkiáltójel 18 éven felülieknek, feloltott lámpával gyengébb idegzetűeknek, nagyon félelmetes, de nekünk nagyon tetszett a játék, 96%-ot adunk rá. Egy újabb olyan Xbox Live Arcade játék érkezett, ami 2D-s, bár nagyon sok 2D-s játék van, de ami 2D-s, mint mondjuk a Braid vagy a Limbo korábban, az általában nagyon-nagyon nagy siker, vagy akár a Shadow Complex, ami olyan kicsit 3D-s is volt, de ettől függetlenül 2D platformának számított. A Super Meat Boy, tehát ennek a képviselője, lássuk milyen. Szevasz, gyú! Szevasz, Nem Amiga. Ja, azt hittem, hogy pont ezt kezdtem mondani, hogy jaj, de jó, pont úgy néz ki, mint régen C64-en, csak hát mondjuk animális. Ez a betűtípus az hasonló. Igen. Az teljesen egyértelmű, sőt, még a kis figura is olyan, hogy akár lehetne Amigás játék is, bár a felbontásban már azért egyből látszik, hogy itt azért másról van szó. Igen, meg azért kell egy szintű elborultság ahhoz, hogy valaki hirtelen azonosulni tudjon a főhősen, amit tulajdonképpen... Egy húskockával! Egy vérplazma húskocka, igen, tehát ez kemény. Hát ez hogy néz ez már ki? Mondom, mi lesz holnap, egy zöld borsószám lesz a legújabb főhős? Nem, de az a baj, hogy ugye Live Arcade-ből indult ki elsősorban a játéképít integet, de jó, hú, van csaj is. Van csaj is, és virág van a fején. Igen, és szeretik egymást, hogy jó, meg nagyobb darab a fiú. Milyen lett a Meat Boy szex, uramisten, el se akarom kérdezni. De most nem menjünk bele, szerintem mi vagyunk inkább a játéknak. De meg a fő gonosz. Igen,
lényeg az, az hogy ugye az arcade-ben a Limbo-t, a Braid-et, meg ilyesmit, azt már a PC-s közönség, illetve a Braid-et a PC-s közönség is megismerette és imádta, és azt mondták, hogy hát nem létezik, hogy tényleg ez Xbox Live Arcade-ről jött, amire 3 dolláros játékokat csinálnak, és úristen, hogy lehetett ez ilyen jó. Na, a Super Meat Boy is ebbe a kategóriába esik be, csak a Limbo van ugye köztük. Ez egy igen durván logikai platformer, ügyességi, széttacsanós horror love story. Na jó, nem. Széttacsanós horror love story. Igen. Istenem, ez tökéletes definíció volt. Ez most jelent meg nem annyira régen, ez az Ilo Milo játék, ami szintén egy ilyen... Hát az agy, a forgatós. Igen, az agyforgatós, csavaros. Na, tehát én megőrülök. Ott a közepén az a cucc, az ledarál minket? Hogyha igen, igen. Csak pont másképp kell megoldani. De ez milyen már, hogy végre a férfiak is átélhetik, hogy milyen az, amikor bizonyos napokon, amikor a Super Meat Boy-jal játszanak, folyik belőlük a vér, akárhova mennek. Tehát hát végre nem csak a csajok. Ez szociális szempontból összehozza az embereket kétségtelen. De nézd meg, ő nyomot is hagy mindig, ahogy ott ugrál a falon csórikám, hát végül is egy véres húscafatról van szó. De most egymás között vagyunk. Mekkora elvető műtség kell ahhoz, hogy valaki véres húscafatot tegyen főhőssé? Még mindig ezen filozofálok. De nagyon nagy siker lett, tehát nem csak a live-os eladások alapján, hanem valószínűleg PC-n is. Belesik a lábába, akkor pörkölt lesz belőle? Ez így félig portálos, mert ugye hopp, ott a jaj, help me, jaj. Ó, és most pont elvitték a képet, pedig meg nagyon látni, hogy lett volna. Igen, én nagyon szeretem a platformjátékokat, tehát jól el voltam ezzel is, megvettem az accountomra, de tehát így a 10.-12. pálya környékén már úgy voltam vele, hogy na jó, most már aztán... De mindegyik pálya az, hogy a pálya végén ki kell a hús kislányt szabadítani? Igen, csak ugye a probléma az inkább az, hogy annyira benehezedik egy idő után a dolog, hogy a casual... Meg hát én is öregszem már azért, nem ugyanazok a reflexeim, igen, most lettem 32 hete, igen, úgyhogy... Igen, most, hogy már járok körötte jársz, most már lassan azért át kell gondolni az életedet. Érdekes, mert én nagyon szeretem a nehéz játékokat, tehát ez inkább frusztrálóan nehéz, és lehet, hogy régen erre teljesen gerjedtem volna. Ez azért közel volt. Itt most nagyon sok hús meatball-jal itt lehet itt, és akkor legalább egynek a végéig el kell jutnia, vagy? Igen. Tehát így mindenféle benne van, szerintem a Lemmingsből ismerítettek egy csomót. Hát ez ilyen abszolút 8 bites. Igen, hát ez a Stix is mindjárt beúr, és ráadásul szivárványt húz, tehát biztos, hogy a készítők valamennyi mennyiségű gombát azért elfogyasztottak, hogy... Vagy lehet, hogy közben is fogyasztanak. Az egész jelenségről beszélünk azért egy percet, hogy ezek a játékok, akár ugye beszéltünk az Ilo Milo-ról, akár beszéltünk a World of Goo-ról, akár beszéltünk akár a Shank-ről, mert az is egy ilyen nagyon jó kis ilyen lövöldözős arcade játék. Egyszerű játékok néhány dollárba kerülnek, hatalmas sikert adatnak és jönnek PC-re. Szerinted képesek PC-n is áttörni, akkor egyik oldalon várja mindenki a Crysis 2-t, meg a Mass Effect 3-at? Nem hiszem, hogy ez lesz a lényeg, de abban sem, azon sem csodálkoznék, hogyha több Super Meat Boy-t adnának el egyébként, mint Crysis. Na jó, Crysis 2-nél azért nem valószínű, hogy többet, mert ugye azt azért tényleg nagyon várják, de... Ez van egy csöpp grafikai különbség, de nem nagy. Azt tudni kell, hogy boxra... Alapvetően PC-n fejlesztenek, csak a compiler változtat a végén, tehát onnantól kezdve azért van bele meló, de nem annyira nehéz átírni, mint hogyha mondjuk PS3-ról kéne PC-re portolni valamit egy PS3 Only Engine, tehát az Uncharted 2-t például megpróbálnak áthozni, azzal iszonyatosan sok, de újra kéne írni a játékot, igen. Így meg úgy gondolják, hogy hát most 3 F8, meg egy compile, meg 2 programozó még egy hónapig megcsinálja, amit tudom én, fizetünk érte 100 000 dollárt, az megéri, mert hát ha bejön majd annyi belőle PC-n is, és teljesen igazuk van, nem ebből van úgysem a nagy bevételük, hanem a Live Arcade-ból. De baj, örüljünk, és hát a Super Meat Boy is annak tűnik, hát köszönjük szépen, hogy ennek az élménynek a részesei lehettünk. Nehéz pro-kontrát mondani egy olyan játékról, ami grafikailag nem néz ki annyira jól, mint amennyire esetleg tehetné, viszont stílusos ennek ellenére. Tehát szinte az összes pro-kontra elemet föl lehetne sorolni pozitívunként is, és negatívunként is annak ellenére, hogy tulajdonképpen pontosan ezt mondtam. Tehát mind a grafika, mind a játék nehézsége, mind pedig az, hogy tulajdonképpen bájosan horrorisztikus az egész játék, és nagyon nehéz is néhol. Ez mind lehet, hogy van, akinek pozitívum számba megy, és van, akinek... Már régóta vártuk, hogy végre megjelenjen a Crysis 2 demója. Azt hiszem, hogy főleg inkább a konzolosok várták ezt, hogy ők is bebizonyítsák, hogy igen, az ő gépük is képes lefuttatni a Crysis-t, hiszen ne felejtsük el, hogy a PC-seknek egy véd bástyája volt a Crysis első része jó 2 évvel ezelőtt, hiszen mindig arra mutogattak, hogyha PC-exkluzív dolgokról volt szó, csak hát senkinek nem volt olyan konfigja, hogy elfutott volna normálisan. Úgyhogy most nézzük meg, hogy
hogy néz ki a kettő, hogy néz ki a multiplayer, és hogy néz ki ez konzolom. Na hát sziasztok! Sziasztok, üdvözlök mindenkit a videóban. Itt Cavalier kolléga fog segíteni abban, hogy kicsit védje a mundér becsületét, mert hát nekem ez a játék grafikailag annyira nem tetszik, de ő rendelkezik Xbox konzollal, úgyhogy... Szerusztok, valóban így van. Ez a grafika jó, szerinted, amit itt látunk? Nézőpont kérdése. Xboxos viszonylatban megfelelő. Nem mondanám azt, hogy kiváló lenne, és ez lenne a legszebb játék, amivel találkoztam a konzollal való kalandozásaim során, de alapvetően megfelelő. Mert hát ugye itt azért beszélünk ennyire erről a grafikai dologról, mert mindenki tudja, hogy a Crysis 1, ez a PC-sék egyik utolsó mencsvára volt két-három évvel ezelőtt, amikor hát elég jól álltak a konzolok, akkor még újnak számítottak, és akkor iszonyatosan sok exkluzív cucc jött ki rájuk, és akkor igen, talán egy kicsit rossz volt PC-snek lenni egy ideig, és hát akkor volt egy egyszerűen Crysis-ünk, már akinek elindult a konfigurációján, mert eléggé erőzebb a dolog volt, és hát sokszor ment a téma róla, hogy ki kéne adni konzolra, vagy nem kéne kiadni. Most jön a második rész, aminek itt van a demója, sajnos még egyelőre csak multiplayer, és hát azért sajnos, mert szerintem a Crysis 1-et, aki szerette, az nem a multi miatt szerette, hanem azért, mert egész jó volt a sztori. Te egyébként játszottál a Crysis-t, annak ellenére, hogy... Igen, tehát mind az alapjátékot, mind a magyarok által készített kiegészítőt végigjátszottam. Viszont a multiplayer az igazából kimaradt az életemből. Egyébként nekem is kimaradt egyszerűen. Most remélem, hogy nem fognak minket a készítők megkeresni és megölni, de annyira nem arról szólt, nem? Tehát, hogy annyi más játék volt erre, van erre, kifejezett multiplayer játékok, most nem akarok neveket mondani, hogy valahogy inkább a Crysis megmaradt ilyen grafikai, meg inkább ilyen single player-es történetnek. Igen, azt hiszem ebben nincs vita köztünk egyáltalán. Ha már multizni akarunk, akkor tény és való, hogy sokkal jobb játékokat is találhattunk, mint a Crysis 1 volt. Hát, hogy a Crysis 2 milyen lesz multiban, azt hiszem, hogy ezen egyetlen egy pálya, illetve játékmód alapján még korai lenne bármilyen végső következtetés levonni. Korai lenne, bár azt azért meg kell jegyeznem, hogy nekem egy kicsit túl van bonyolítva, persze most megint lehet, hogy valaki, aki nagyon profi, meg nagyon könnyen megy neki, az most itt megmosolja engem, hogy ilyeneket mondok. Nekem egy kicsit, nem is az, hogy bonyolult, nem ez a jó szó talán, de inkább úgy mondanám, hogy a harc hevében nem akarok azzal foglalkozni, hogy én például arra figyelek oda, hogy ugye a négy alapvető páncélgépesség közül, ami ugye a Crysis híressé tette, ugye a szupererő, a gyorsaság, vagy a szuperpáncél, vagy a láthatatlanság, szinte csak a láthatatlanságot használom, ezt láthatjátok is a videóban, illetve a páncélt. Nem is igazán láttam más játékosokat sem, hogy mást használtak volna. Szóval én azt mondom, hogy talán ez nekem egy kicsit a játékmenetet túl bonyolítja, vagy olyan elemeket tesz bele, amire én nem szeretek odafigyelni. Itt egyébként most azt próbáltuk ki, hogy a Crysis híressége, hogy lehet darabolni a fákat, ez működik-e. Hát valaki itt gondolom, itt jót röhögött rajtam, miközben ezt csináltam. Itt láthatjátok az ő szemszögéből, a kilkemből, hogy szépen legyék volt, amíg én kipróbáltam, hogy dől-e a fa, de nem dől a fa. Tehát Xboxon egyelőre nem dől, nem tudom, hogy a single player-be fog-e, hiszen ott már kevesebb karakterekre odafigyelni, meg jobban bele lehet határolni a játékmenetet. Itt egyelőre multiplayerben ezek a fizikai dolgok nincsenek meg. Viszont egy nagyon tetszetős játékelem, hogy a fix kézi ilyen löveget, azt le lehet venni. És talán lehet menni vele, itt egy szép headshot össze is. Igen, ezt mintha a Halo sorozatból vették volna kölcsön. Legalábbis más játékokban nem nagyon találkoztam még vele. Viszont néhány mondat erejéig talán még érdemes lenne visszatérni itt a páncéllal kapcsolatos képességekre. Ugye említetted, hogy nem szívesen foglalkoztál vele, meg nem akarsz azzal foglalkozni, hogy éppenséggel melyiket aktivált, hanem legszívesebben csak menni előre is, hát lőnéd ugye az ellenfeleket. Azt hiszem, hogy talán csak idő kérdése, hogy amíg megszokják az emberek, a játékosok, ugye, hogy mikor melyiket lenne célszerű alkalmazni, és ha már rááll a kezük, illetve kifejlesztik a különböző taktikákat, akkor valószínűleg sokkal hatékonyabban is tudnak majd játszani, mint ahogy te tetted. Igen, egyébként ebbe igazad van, tehát alapvetően én nem mondom, hogy elítélném már tényleg egy pálya alapján. Itt mondjuk lehet, hogy ez egy szűk pálya volt, és itt egyébként tényleg láthatatlanságon kívül egyszerűen nem éreztem taktikának szükségét, de lehet, hogy ez csak az én bajom, és lehet, hogy egy ilyen nagyobb esetleg dzsungeles, vagy más multiplayer pályán például nagyon érdekes lenne tényleg a lopakodás, meg ezek a dolgok. Úgyhogy kíváncsi vagyok rá. Egyébként
gondolom azért is tették ezt a multiplayer pályát a demóba, mert ugye mindannyian tudjuk, hogy a második rész fő helyszíne az New York lesz, New York városában zajlik majd a történet, és hát ez a pálya is ott van egy háztetőn. A látótávval kapcsolatban egy kicsit szkeptikus vagyok, nem tudom, hogy Xboxon mekkora lesz a látótáv, hiszen majd lesznek olyan képek kicsit később, amikor direkt a tetőről jelnézek jobbra-balra, és hát azért olyan messzere nem lehet ellátni. Hát PC-n meg legyen olyan PC, ami elbírja, de azért jó lenne, hogyha a New York, amit az tud jelenteni, tehát a hatalmat, na te pont most jön ez a rész, tehát itt New York, hogy amit ő tud jelenteni, ez a hatalmas város, azért szerintem... Megen egy picit behatárolt. Igen, meg ez a sötétség nem tudom micsoda, lehet, hogy a sztori szerint ez a valami alien inváziónak a része. Hát az egy abnormális felhőképződménynek tűnik, úgyhogy szinte biztosan. Még megnézzük ezt a híradót, hát ha bemondják a meteorológiába, hogy várható valami ilyesmi. Talán szerencsésebb lett volna, hogy egy olyan pályát mutatnak meg a fejlesztők a demóban, ami picit interaktívabb és jobban ki lehetett volna használni a környezetet. Hiszen amikor volt lehetőség megtekinteni néhány előzetes anyagot a Crysis 2-ből, a single player részéből, akkor azért láthattuk azt is, hogy milyen brutális dolgokat lehet művelni magával a ruhával. Tehát képes akár több emelet magasságba is feljutni vele a játékos, tehát óriásiakat ugrani, illetve hogyha mondjuk ilyen 20 méter magasságból lezuhan, ráesik egy autóra, hát akkor az bizony ripityára törik alatta. És ezt a demóban hát nem igazán láttuk viszont. Igen, ebben igazad van, talán tényleg meggyőzőbb lett volna egy Crysis játékból inkább egy ilyen játékmeneti egyediségekkel teletűzelt részt mutatni, nem pedig egy ilyen elcsépelt multiplayer játék lehetőséget. Sziasztok! Sziasztok! Azt mondja, hogy 7 halál, 5 gyilkos, hát fordítva jobb lenne. Jaj, sziasztok, ne haragudjatok, csak böngésztem a statisztikámat, mert hát azért szeretnék egy kicsit jobban játszani. Inkább egérhez vagyok szokva, úgyhogy azért ez a szegény statisztika. Nekem ez a konzolos irányítás FPS-ben mindig egy kicsit furcsa. Hát megoszlanak a vélemények az eddig látottakról, grafikáról. Nekem annyira nem tetszik a grafika. Szerintem ebben a PC-s biztos, hogy oda fogja verni majd a konzolverziót, de hát azért ne felejtsük el, hogy a szeretett Xboxunk már 5 éves, tehát ezt hiszem, ezt nem lehet felrúni neki. És hát nagyon várjuk a single player verziót, szerintünk abba fog inkább domborítani. Nem multiplayerben, az első rész is single playerben volt jó. A multi talán egy kicsit már túl van bonyolítva, ugye ezzel a 4 fajta képességgel, talán erre már én annyira nem szeretek odafigyelni. Várjuk a PC-s verziót, várjuk a konzol verziót, várjuk a single verziót. Ez itt egy televízió, invázió. Sziasztok!